Köszöntöm a kedves nézőket! Bár a nyárnak vége, ősszel is rengeteg szabadtéri program lehetőség közül válogathatunk Budapesten és vidéken egyaránt, de mindenek előtt hallgassák meg 6. kerület közszolgálati felhívásait. Ruhaosztást szervez a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat szeptember 6-án 10 órától 12 óráig a Hegedű utca 7-es szám alatt. Azok, akik ruhajeggyel rendelkeznek, 10 órától 11 óráig vehetik igénybe a segítséget. A ruhajegy előzetesen a rászorultság alapján igényelhető. Szeptembertől ismét filmklub délutánokat szervez a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat. A filmek minden héten kedden 15 órától kerülnek vetítésre, összeválogatva a klubtagok igényei alapján. 2013. októberében ismét ingyenes angol nyelvi és számítógép felhasználói képzés indul a Terézvárosban. A nyelvi és számítástechnikai oktatás megszervezésének célja, hogy azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akiknek a drága tanfolyamok kurzusai anyagilag nem elérhetők. A tanfolyam megnyitó ünnepsége október 8-án, kedden 18 óra 30 perckor kerül megrendezésre az 5-10 közösségi és kulturális szintér színháztermében. A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kifejlesztésre került egy úgynevezett parlagfű bejelentő rendszer. A parlagfű bejelentő rendszert bárki használhatja, helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oldaláról a www.pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2013. év második félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére 2013. szeptember 1-e és december 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázási eljárásról a www.terézváros.hu oldalon tájékozódhatnak. Következzenek budapesti programajánlataink. Itt van az ősz, itt van újra címmel zenés műsort rendez Bokor János szeptember 11-én 15 órakor a Kispesti Vigadóban. A műsorban közreműködik még Lukács Tímea, Lovai László, Henk Marika és Lavás László. Megkezdődik az idei színházi évad a Turaida Színházban, így ezzel együtt a 2013-14-es évadra szóló bérletek árusítása is. A közszínházi évad előtt azonban még számos ingyenesen megtekinthető előadás is bemutatásra kerül, így most hétvégén is várják a színházbarátokat Budapesten több helyszínen. Szeptember Fest 6-tól 8-ig a Népligetben. Budapest legnagyobb gasztronómiai fesztiválján évről évre csúcsrekordok születnek, hiszen itt a legnagyobb a bogrács, nagy mennyiségű pörkölt vagy, és a rengeteg látogató mellett szép számmal érkeznek hírességek is, akik produkciójukkal szórakoztatják a közönséget. A fesztiválon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara két napon keresztül változatos és izgalmas programokat kínál, többek között megidézve a múltbéli vásári hangulatot. 5. Libamáj Fesztivál Budapesten szeptember 6-a és 8-a között az Erzsébet téren. A fesztivál célja, hogy népszerűsítse a liba és kacsa ételekkel kapcsolatos hagyományokat, rámutasson e két szárnyasból készült ételek közötti különbségekre, illetve az, hogy a rendezvényre kilátogatók minél több formájában megkóstolhassák ezt a különleges hungarikumot. Több érdekes programmal készül a Budapesti Orosz Kulturális Központ egész szeptemberben. Többek között fotókiállítást tekinthető meg a moszkvai Nagy Honvédő Háború Központi Múzeum anyagából szeptember 8-áig. Továbbá Tolsztoj születésének 185. évfordulója alkalmából filmvetítést tartanak szeptember 12-én. E heti programajánlónkat is vidékeseményeivel zárjuk. 20. Battai napok szeptember 6-tól 8-áig 100 halombattán. A folyamatosan bűvölő rendezvény egyre színesebb és ötletekben gazdagabb, így mára már a térség egyik legnagyobb mini fesztiváljává nőtte ki magát. A megszokott programokon túl számtalan újdonsággal is készülnek idén. A helikopteres sétarepülés mellett hőlégballonból is meg lehet csodálni a városi panorámát. Valamint lesz gyermekmegőrző, és a már jól megszokott városi játékosok találkozója sem maradhat el. Miskolci Sörfesztivál szeptember 5-től 8-áig. A tavalyi 70 ezer látogató és 100 ezer liter sör rekordszámokat szeretnék idén megdönteni a fesztivál szervezői.
A Népkert Lugassában hangulatos sörkertek és három színpadon folyamatosan zajló koncertek várják a fesztivál látogatóit. Magyar és külföldi előadók egyaránt megmutatkoznak, a legkülönbözőbb zenei stílusokat képviselve. Ha folk, hagyomány és jókedv, akkor Vidor Fesztivál Nyíregyházán szeptember 7-ig. Nem csak az ország, de Közép-Európa legnagyobb világzenei fesztiválja méltán vált az egyik legnépszerűbb összművészeti fesztivállá Magyarországon. A tervezett programok listáján szerepelnek színházi és filmes versenyprogramok, díjkiosztógálást, világzenei programok, bábszínházi előadások és Duma színházi esték is. Szüreti napok a festői szépségű Tihanyban szeptember 6-tól 8-ig. A hagyományos tihanyi szüreti napok régi múltra tekintenek vissza, melynek programjai a szezon meghosszabbítását célozzák, igazi látványosságot kínálva az ide látogató turisták számára. Ezt a rendezvényt a hegyközséggel és a lovasklubbal közösen rendezik, így lehetőség nyílik a boros gazdák bemutatására és a lovasklub felvonulására. Eszterházi Vígasságok Fertődön szeptember 15-ig. A rendezvénynek az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk rokokó kastélya az Eszterházi Kastély ad otthont. Az Eszterházi Vígasságok az év leghosszabb fesztivál sorozata Magyarországon, mely mintegy 150 fellépőt és 60 hangversenyt foglal magába, többnyire a klasszikus és komoly zenei stílusokban. Részletesebben az eszterházivigasságok.hu oldalon informálódhatnak. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, szép időt, kellemes hangulatot a programokhoz. Viszontlátásra!